Sziasztok, itt Amur és egy újabb játék bemutató. Ezúttal a VRC 3 játékról van szó. Nem lesz ez rossz, nem egy mai darab a játék. Úgy emlékszem, vagy idén évelején jelent meg, vagy tavaly évvégén. Én egy ideje játszok már vele, tehát biztos, hogy nem a hónapokban. Nézzük, mit mutatnak itt nekünk. A VRC első és második része nekem nagy csalódás volt. Kipróbáltam, azt mondtam, az autók fizikájának semmi köze a valósághoz, a grafika gyenge. Egyedül az vonzott benne, hogy relatíve valósnak tűnő pályák és valós rally autók voltak benne, hiszen ez a VRC sorozat hivatalos játéka, megvették a licenceket. Na, csapjunk bele, mint mondtam, már játszok vele egy ideje, tehát nem teljesen az elejéről kell kezdenünk. Úgyhogy későbbi dolgokat is meg tudom mutatni. A Road to Glory az tulajdonképpen a karriermód, illetve bocs, az pont, hogy nem a karriermód, az a VRC Experience, hanem ez egyfajta, nem is tudom, régen a konzolos játékokon volt ilyen, különböző nehézségi szinteken, különböző pályák. Itt helyszínekhez is köti. Nézzünk mondjuk innen a skandináv térségből valamit. Mit is nézzünk? Special Stage, tehát ez nem egy hosszú verseny. És úgy látom, ezt még nem csináltuk meg. Jó kis havas pálya, mit lehet választani? Mitsubishi Lancer Evo. Vagy szintén Mitsubishi Lancer, igen, csak az melyik volt? Ez a 10-es, ez a 9-es Evo. Ezzel a kettővel lehet menni. Azt mondja, hogy a 10-es valamivel erősebbnek tűnik. Hát akkor toljuk ezzel. Kíváncsi vagyok, mennyire fog belaggolni, hogy veszünk is fel. Hát itt betöltésnél, itt visszaesik, úgy látom az FPS. Na. 30 az még szerintem belefér egy 30-as. Nézzük, mit lehet itt nyomatni. Kicsit túlpörgettük az elején, megmondom, ezt szinte nem is odafigyeltem. Toljuk rendesen, fiúk! Right 6. Hát mondja itt a Midfarer nekünk rendesen a dolgokat be. Jelzi is felül a kis ikon, hogy közeledik a kanyar, egyre közelebb mutatja. Akár egy kis felkiáltóra is jelzi, haver, hogy nem álltani, egy kicsit lassítani, mert túl nagy sebességgel mész, igen, neki is csapódtunk. A zöld, ez azt jelenti, hogy már jó sebességgel megyünk. Na igen, azt mondja, aha, vagy csak azt jelenti, hogy ez egy erősebb. Nem, mert ez is egy 5-ös kanyar. 6-os kanyar. 16. helyen vagyunk. Hú, nagyon tudunk. Hát nem leszünk rally világbajnokok, azt azért tudjátok. Lenne, hogyha azt nézzük, hogy az érdeklődési körömből mostanában nagyon kiestek az autós játékok. Bevallom, régen még online autóversenyeket is nyomtam, Project Torque, Leveler. Hát most ott szégyenkeznem kellene ilyen technikával szerintem. De így, hogy közben beszélek, ez megmondom, elég rendesen megosztja a figyelmemet. Nem vagyok hozzászok, hogy vezetés közben én dumálok. A valóságban szerintem össze-vissza törném a kocsit. Nem is veszem fel a telefont vezetés közben, hanem csak azért, mert büntetik. Hanem valószínűleg magamat büntetném. Hoppá! Ezt benéztük, itt nem is láttam, hogy kanyar lesz, mert nem figyelem, amit Fáriárt dumálott nekem, mondja magáért. Meg rá se hederitek. Ez ahhoz képest, hogy ez Special Stage-nek írta. Én már el vagyok tévedve egy kicsit, azt hittem ez egy kicsit rövidebb lesz. Nem baj, legalább láttok egy hosszabb gameplay, mert én mindenképp akarok még mást is mutatni. Ugyanis itt nem csak sima rally dolgok vannak, mert meg van spékelve egy kis, nem is tudom, miért emlékeztető dolgokkal, amikor ilyen tárgyakat kell a pályán eltalálni, vagy kikerülni. Ez miben is volt? A Dirtbe, igen, igen, a Dirt harmadik részében mondjuk már voltak ilyenek. Hát meg igazából, ami óta nem Colin McRae nevével fémjelzik a Dirt sorozatot, azóta ilyen akrobatikusan, itt tudom, milyen őrültségeket is beleraknak.
ami nem rossz, tehát én nem azért mondom, én csípem a Ken Blockot is. Ami, aki egyébként kipróbálta magát Häkkinen mellett a rallyban is. Több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel. A kis Ford Fiesta-jában. Mi meg ezzel a Rally Evo 10-essel se tudunk zöldágra vergődni, még ezzel jóval nagyobb sebességet kellene eleve tartanom, még jobban odafigyelni. De itt most elsősorban a cél nem az, hogy első legyek és rekordot javítsak, hanem hogy bemutassam nektek ezt a jó kis játékot. A Rally Simulátornak nem nevezném, tehát azért ezt teljesen árkád dologra számítsatok. Azt nem merték meglépni. De lehet, hogy nem is baj egyébként. 16. hely, oké, haver. Continue, de még van tovább? Nem, nincs tovább, jól van. Akkor ettől volt special stage, hogy nem komplett több szakaszos rally. Nézzünk akkor valami könnyebbet. Roti Glory, Reputation Earn, nem. Semmit nem gyűjtöttünk pluszba. Na itt kik vannak, mik vannak. 80-as évek, az se egy rossz dolog, tehát vannak benne régi autók. Én most egy olyat akarok nektek mutatni, ahol ez az, ez a gate, ezt akartam megmutatni. Skoda Fabia. Mi van még ezen kívül? Ez 73-as, 66-os a Peugeot, 71-es a Proton, de csúnyán nézek. Menjünk a Fabiával. Skodákkal semmi bajom, csípem őket. Igen, itt mutatja a lényeget, minél több ilyen gátot el kell találni, és nem mindegy, hogy mit találsz el, tehát amikor közeledsz, elszíneződik, a pirosat nem szabad, a zöldet kell, tehát kell rendesen manőverezgetni, nem csak annyi, hogy hú, letarolunk mindent, van egy kis taktika, és benne meg, nem utolsó sorban vezetési technika, nem barom módjára hajtani, és szétütni mindent a pályán, hanem taktikusan akkor fékezni és gyorsítani, meg kormányozni. Igen, itt a bal oldalit kell leütnünk, itt a jobb oldalit kell leütnünk. És azt hittem a középsőt kell lesz! Ejj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 
lesz, és belassít egyébként. Az a legnagyobb gond, hogy rendesen belassít. Azt hiszem az időből is veszel, hogyha rosszat ütök ki. És a jót akkor meg hozzáad az időhöz, és úgy lehet minél messzebbre eljutni. Hey, megcsúsztunk. Ám egy könnyű játék volt, de lehet vele szórakozni. Hey, most mind a kettőt eltaláltuk, olyankor mi van? Azt nem díjazta nagyon, mert belassította a kocsit. Ő a kézifékezni kellett volna. Itt is eltaláltuk a rosszat is, és azért belassított. Bosszúból! És nem tudom, hogy vette a jót. Még van időnk. Csak nem tudom, hogy van a pályából. Rongyoltunk egy kicsit a Fábián is. Közben csörög a telefon, de nem baj, mindjárt beérünk a célba és felvesszük. Szerintem ennyi volt a bemutató. Majd jelentkezünk. Sziasztok!